Rendben van a tejfoltos póló, a fájóseb, a kialvatlan fej, a kócos haj, a smink nélküli arc teljesen rendben van. Rendben van az örök kamaszkori barátság, hogyha felbomlik, és hogyha helyette a játszótéri barátság megköttetik. Rendben van, hogyha jobban lázba hoz egy kuponos vásárlás, mint egy vacsora a legdrágább étteremben. Rendben van, hogyha úgy alszol el, hogy a világodat nem tudod. Abszolút rendben vagy. Rendben van, hogyha a forró, fűszerezett kávét felváltja egy hideg, instant kávé, amit 2 óra múlva találsz meg valahol a lakásban. Rendben van, hogyha sírsz, ott, ahol senki nem lát. És rendben van, hogyha azért mész ki a mosdóba, hogy 5 perc csend és nyugalmad legyen. Rendben van, amikor nem ért meg valaki, vagy te nem értesz meg valakit, majd megoldódik. Rendben van, hogyha félsz attól, hogy jó anya vagy-e. Teljesen rendben vagy. Teljesen jó vagy. És teljesen, totálisan rendben van, hogyha a takarítás, mosogatás vagy vasalás helyett egy kiadós alvást választasz. Ha egy átmulatott éjszaka már nem hoz annyira lázba, mint egy átaludt éjszaka. Hogyha nem érsz azonnal vissza valakinek, vagy ha nem engedsz be akárkit a házadba. Hogyha lezárod a mérgező kapcsolatokat, és helyette inkább a nyugalomra vágysz. Teljesen rendben vagy, teljesen jó vagy. Szuper anya vagy. Köszönöm, hogyha megnézted ezt a kedvesen epizódot, és hogyha tetszett, akkor dobjál rá egy lájkot, és hogyha van kedved, folytasd a sort. Mit lehet még az anyukáknak a mentségére fölhozni, az anyukák támogatására? Írd meg, hogy mi van a te szívedben, a te lelkedben, nagyon kíváncsi vagyok rá, és hogyha még nem tetted, iratkozzál fel a csatornámra, kapcsold be az értesítéseket és a csengőt, hogy mindig napra kész legyél minden feltöltésemmel kapcsolatban. Köszönöm, hogy itt voltál a mai napon is, és figyeld a csatornámat, megéri. Szia!